Szlálomozás, emelkedő akadály, híd. Ezek mind szerepelnek a kerékpáros akadálypályán. Ennek elsődleges célja, hogy a gyermekek megtanulják a biciklis fékezést és az irányváltást. A nehéz az volt, hogy volt egy ilyen kör, és azon kellett körbe menni, és az nehéz volt. De neked sikerült, igaz? Igen, nekem sikerült. A bringázás mellett óriás kockákból kellett kirakniuk a diákoknak a rendvédelmi szervek képeit. A bűnmegelőzési játékoknál rendőrbábut öltöztethettek, és kérdésekre is válaszolniuk kellett. Az egyensúlyozás gyakorlására is hangsúlyt fektettek a rendőrök. Azt a... nem tudom, hogy hívják ilyen... Hát, hogy így beleakasztod a lábadat, és akkor mész vele, azt próbáltunk ki, meg kettő ilyen kirakóst próbáltunk még ki. És tetszett szerintem mindenkinek. A program egybeesett a közlekedési kultúra napjával. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmét a jelenlegi és a jövendőbeli járművezetőknek a biztonságos vezetésre. A gyermekek a legfogékonyabbak a közlekedés nevelésben. Mint tudjuk, nem a legmagasabb fokon áll Magyarországon a közlekedési kultúra. Látjuk a tévében, halljuk a híradóba is. Próbálunk arra összpontosítani, hogy akkor megkezdjük a gyerekekkel, ami nem egy év alatt fog beérni, hanem 4-5-6-7 év kell ahhoz, hogy a gyerekek erre beérjenek, mire ők az úton fognak gépjárműveket vagy járműveket vezetni, motoros járműveket, arra reméljük, hogy nem fogják elfelejteni az itt tanultakat, tapasztaltakat, és egy kulturáltabb közlekedési nemzedék fog kinevelődni. A Tekerj Okosan rendezvényhez az önkormányzat 4 kerékpárt is megvásárolt. Ezek a közlekedésbiztonsági programok szemléltetési eszközeiként funkcionálnak.